egy születésnapja az ikreknek, és ez is egy születésnap, ez egy következő már. Családi képeket nézegetünk a brüsszeli parlamenti irodában. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a fotók többsége kizárólag a kedvünkért van itt, de Gál Kinga is gyakran csak fényképen látja a négy fiát. 7. éve európai parlamenti képviselő, a családja is vele költözött Brüsszelbe, de a gyerekek még most sem szokták meg igazán, hogy a mamájuk szinte folyton úton van. Hétköznapokon Brüsszel, hétvégén Magyarország, és minden hónapban egy hét Strasbourg, ez a normális menetrend. De mindig előre legalább egy jó két héttel szólok, hogy Strasbourg hét lesz, és hogy ne izguljanak, mert valahogy túl leszünk rajta. De a család is úgy éli azt meg, hogy azon túl kell lenni. Olykor extra feladatok bonyolítják a helyzetet. Most éppen egy szabadkai konferenciát szerveznek az asszisztensek. Jó, és akkor fél négyre ott és fél négyre te ott leszel a másikon. Jó. Brüsszel, Szabadka, Budapest és a jövő heti strasbourgi plenáris ülés között a vasárnap, mint általában mindig, a családé. Hétköznapokon pedig, ha semmi nem jön közbe, a reggeli készülődés és az esti mese. Az őrületes körforgásban az apuka a biztos pont. Most hívtak a fiúk kétségbe esetten, hogy elmaradnak az óráig, és ők haza akarnak jönni, de az iskolának kell küldeni egy e-mailt, és hogy rendezni, és kell beszélni, és intézkedni kell. És akkor ilyenkor ebben a rohanásban, ahol ugye eddig most ülésem voltam, most éppen tévéfelvétel van, azt tudtam mondani, hogy felhívtam a férjemet, hogy ugye te mindent elrendezel, és mondta, hogy jó, ő mindent elrendez. Kinga szerint férje egészséges kívülálló kritikája kell ahhoz is, hogy politikusként két lábbal a földön maradjon, magánemberként pedig amennyire lehet, normális életet éljenek, kivéve a televíziót. Nincs tévéjük, ebben eltérnek az átlagtól. És óriási harc és vita van a Facebookért, és az sincs most már egy jó ideje. Nagy pech. Vagy inkább nagy szerencse, ha egy kamasz gyerek mamája az Európai Parlament Bel- és Igazságügyi Bizottságának alelnöke, és a munkája miatt olykor bizalmas információkhoz is hozzájut, és többet tud a körülöttünk levő világról, mint mások. És ezért talán jobban is aggódik, mint mások. Azt mondja, a gyerekek nem érzik az új veszélyeket. Nem is észlelik azt, hogy mennyire kitettek. Tehát, ezek a generációk, mindig ezt magyarázom nekik, mennyire önként kínálják fel az összes személyes adatukat, az arcukat, a fényképüket egy olyan világnak, ami arra használja és arra szedi szét, amire akarja, miközben mi végig azért küzdöttünk, a mi generációnk még, hogy jogunk legyen a személyes adatainkhoz. 2008-ban Gál Kinga lett az év európai parlamenti képviselője. Brüsszelben minden évben 16 kategóriában választják meg a legjobbakat. A civilek jelölnek, majd a képviselők voksolnak a kollégákra. Gál Kinga a polgári szabadságjogok kategóriájában lett első. A díjátadás mérföldkő volt a család életében is. A férjnek, aki aznap kísérte el első alkalommal képviselő feleségét egy eseményre, és a gyerekeknek, akik aznap este ezért először maradtak egyedül. Nagyon jól vették az akadályt, és édesek voltak, már megvártak, és utána még ők is hoztak egy csokor virágot, pizsamásra megjelentek, ahogy este későn nyílt az ajtó. Gál Kinga egyébként szeret egyszerre lenni európai képviselő és négy fiú anyukája. Azt mondja, nem zavarja, hogy öt férfival él egy fedél alatt, erdélyiként hozzászokott a kisebbségi léthez, politikusként pedig a konfliktus kezeléshez.